Hello, sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Gábriel Vlog csatornán újból. És hát elérkeztünk a negyedik epizódhoz, és igazából azt gondolom, hogy az egyik fénypontjához is ennek a kis erdélyi székelyföldi túrának, ugyanis a Csernátoni Haszman Pál Múzeumot látogattuk meg, ami egyszerűen elképesztően gyönyörű volt, tehát nincsenek is rá szavak, tehát ezt olyan szinten minden tisztelet Pál úrnak, hogy ezeket így összeállította és összeszedte és létrehozta ezt a múzeumot. Annyira szép dolgok vannak ott, és ezek a régi parasztházak, még az 1700-as évekből, ez valami elképesztő, hogy mit érez az ember, amikor ott van. Úgyhogy simán kijelenthettem, hogy nem csak az erdélyi útunk során, hanem hogy egyáltalán az erdélyi és székelyföldi látványosságok közül, amiket eddig megnéztünk, szerintem egyik, ha nem a legszebb dolog, amit láttunk. Úgyhogy ez elképesztően szép. Igazából most ebbe az epizódba ez fog beleférni, hogy ezt bemutatom, és Gelencén a templomot, úgyhogy tartsatok velem, és nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű ez a hely. Thank you.
Ezt most láttam egy... Ez milyen, hogy még régi parasztház múzeum is van. Egyik sem vette észre. Nézzétek meg ezeket a gerendát. Gondoltam. Nézd meg ember, hogy még tapasztott padlós. Így. Na itt a szövőszék, barátom, hol vagy? Láttam. De ne. A fiat. Így laktam téged. Igen. Ez ilyen körülmények is. Se számítógép, se telefon, se így. Ott van a szövőszék, nézd meg a másik szövőszék. És ott az embernek a szerszám. Milyen kicsi helyik volt az ágyba hangszorozni. Ez aztán. Igen, kell kapogni. Igen. Hú, nem tudom, hogy szag vagy illat. Ez inkább illat. Itt mellette. Na bírom, hogy ezeket a házakat ne a kékre meszelték. Persze. A 18. században nem. Nincs dátum. Hát ja, és persze, hát az ágyakon meg úgy, hogy mindig meg volt rakva dunyhával, még minden, sőt, mai napig falu még. Hát nagymamáiknál úgy volt mindig. Ezzel ment ki hátra a felmészetelőséget. Tett a hátára, olyan, mint egy hátizsák kiesik. Ma már csak tesszük be a sütőbe a cuccokat, de régebb. Hát ez egy másik fajta, de még... Ez egy modernebb. Szabi, ez a picit egyszer. Nem is modernebb, hanem... De ez sőt, régebb. Szerinted ez mi szab? Nem beindult, igen. Hát tudom, melyik ez miért? Jaj, de menő. Lámpásság. Hát ez hogy mind lámpás. Itt a varázsszem, látod? De ez, nézeg, ez egy bútor darab ember. Figyelj meg arra. Két dikizból. Telefonkodik. Nagy így a nénit felhívta, és mondta, kérem, hogy mit tudom én, miért volt mindegyiknél 63 szám, 64 szám. Tudod, mindig vette ki, nem pattak, tette oda be. Nem láttad a... Mit Három program. Nem tudom, mit nézzél. Német ilyen régi. A német piacokon ilyen... Úcska piacokon kell nézelődni, mert ott vannak. Igen. Vannak azok a cseresznyé és minden, az is például. A aranycseresznyé és ezek jó markas. Máskülön melyik van a pecsét benne? Igen, igen, ez benne van. Uh-huh. Van nekem is pár ilyen szeretem, vettem az ocskát. Hát mondom, hát a német piacok... akkor az a Solingen kéne legyen. Igen, hát van Solingen is. Hát ez jó vacsőból készül, jó minőségű. Az Európánól a legjobb vacsőből. Nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon jó. Ez egy, tényleg egy mennyország volt nekünk. Azt bánom, hogy nem volt itt Timo, hogy lássa azokat a házakat. Azt, hogy nagyon szerette volna. De majd eljön, itt eltölt a hétvégét. Ez itt lesz, ez nem? Előre, nagyon jól van örökké. A lényeg az, hogy most elindultunk Kászton fele. Látszik, hogy hol ült a kislány. Nem Kászton fele, Gelence fele. Ne hazudj. Jaj, Gelence, igaz. Második nap, második része. Igen. Végül a pinceges. Szia! Gelencén vagyunk. Műemléktemplom.
nál. Nagyon szép. Itt kell bemenni. Az is nyitva van. Az is nyitva van. Lendületet veszünk, kicsit alább fogod, úgy, és most megszólod. Híja! Ez a hang. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Haza fognak inni téged. Gerencén, most csodálkoztatnak az emberek, hogy 6 óra 11 perckor megszólal. Mit történt? Tudják. Tudják, szóval nem... Nem a... Hamar csinálok én is egy kört, jó, mert nem azt mondom. Marotoknak bánjam, mert ott csak az ajtót majd csukják. Jó. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük szépen. Örvendek, hogy találkoztunk. És viszontlátás. Minden jót, jó. Köszönjük szépen. Viszlát. Viszontlátásra.